Tudjuk, hogy ennek az iskolának az alapítója 1730-ban Kelemen Hidák volt, ezt akarjuk megörökíteni, és azért vagyunk mi itt mindnyájan, hogy Kelemen Hidák életművét hirdessük, és ezt az egész várossal és a világgal megismertessük. Reméljük, valamikor eljön az a gyönyörű pillanat, amikor Kelemen Hidák boldog elhatása, szent elhatása megtörténhet. Fráteres diám mesélte, hogy úgy kezdődött annak idő napjuk, hogy a Ilorika templomban elmondtak egy imádságot, közösen az egész iskola, ezen az átjáró nők átsétáltak, utána kezdődött a tanítási óra. Gyakorlatilag kérték az Isten áldását a napjukra, jöttek, hogy a lelki táplálék után a szellemi táplálékkal is éljenek, és aztán visszamentek, hogy hálát adjanak a napért. És ez gyakorlatilag az ő iskolai napjukat keretbe foglalta. Nagyon érdekes az, hogy ezt a termet Hidák atya halálának évfordulóján most megálljuk. Annál is érdekes, mert ez volt az iskolának a kápolnája, vagy ima terme. Hát tulajdonképpen ezzel az áldással valamennyire visszakapja ezt a funkcióját. Hidák atya szellemisége azért itt van a falak között, egyre jobb a kapcsolat az iskola és a templom a rend között. Baráti a kapcsolatunk, és ezt a kapcsolatot szeretnénk ezzel a mai nappal is még szebbé, még erősebbé tenni. Azt gondolom, hogy az ünnep is ez a mai nap azzal, hogy itt az iskola termei közül elsőként ezt a termet nevezzük el valakiről, és nem is akárkiről, hiszen ahogy ezt az imént hallhattuk, Kelemen Hidák volt ennek az intézménynek, illetve az intézmény egyik jogelődjének alapítója. Egy intézmény, egy iskola, ez nem pusztán a falak, nem pusztán az adott pillanat itt lévő tanárai és diákjai, sokkal inkább az a évtizedes, évszázados hagyomány, ami az egymást követő évfolyamok és az egymást követő tanárgeneráció életén keresztül beleivódik ide a falakba láthatatlanul. Van erre egy pedagógiai kifejezés is, úgy hívják, hogy láthatatlan tanterv. És ez valóban így van, hiszen egy intézmény lelkülete, értékítélete, azok az értékek, amiket képvisel a tanítás és nevelés folyamatában, ez nem egy pillanat alatt alakul ki, hanem évszázadok során. Való azt is, hogy egy iskola igazán akkor válik iskolává, ha már több évtizedes múltja van, és vannak hagyományai, amelyek a mindennapok részévé váltak. Nagyon fontosnak gondolom, és gondoltuk mindig is, hogy az oktatás mellett a nevelés szerepet játszan ebben az intézményben. Függetlenül attól, hogy valaki hívőnek vagy nem hívőnek vallja magát, én azt gondolom, az egyetemes emberi értékek, a keresztény értékek összetalálkozása az a biztos pont, az a biztos alap, amire építkezve az oktató és nevelő munkák igazán hatékony lehet. És azok az egyetemes értékek, amelyek évszázadokon át nyúlnak, adják azt a biztos támaszt, amivel azt gondolom, hogy ez az intézmény lelkületében, oktató nevelő munkájában eredményes tud lenni. Vallottuk és valljuk most is azt a két gyökerűséget, ami jellemzi ezt az intézményt, hiszen egyrészt a református gimnázium, másrészt pedig itt ezen a helyen álló és talán a helyszelleme még inkább meghatározó Minorita gimnázium jelentette ennek az intézménynek a jogelődjeit. Évtizedeken keresztül, amikor még ez nem is nagyon volt szokás, az érettségi vizsgák történelem tételei között mindig ott szerepelt az intézmény története, és nagyon fontosnak gondoltuk azt, hogy vállaljuk ezt a történetet. Hozzátartozik az iskola életéhez, hozzátartozik a múltunkhoz, hozzátartozik mindahhoz, amit most ez a gimnázium jelent. Azért gondoljuk fontosnak, hogy ezt mindenképp tovább kell vinnünk. Nagy öröm számunkra az, hogy ebben az emlékezésben és ebben az emlék ápolásban együttműködhetünk a Minorita rendházzal és a templommal, és ennek a folyamatnak, ami felerősödött jó két évvel ezelőtt egy konferencia kezdetén, egy újabb állomása, kiteljesedése az, hogy most itt a gimnáziumban ezt a tantermet Kelemen Hidákról nevezhetjük el. Ez valóban egy imaterem volt a kezdetek kezdetén, és egészen az államosításig volt ilyen funkciója, sőt még az iskola egyik rajztanára freskószerű rétarajzokat, szénrajzokat is elhelyezett annak idején a falon. Ennek darabjait egy felújításnál megtaláltuk, de sajnos nem voltak elég épek ahhoz, hogy meg tudjuk menteni, de bizonyította ez is az, hogy
évtizedeken keresztül ez a terem valóban a lelki feltöltődést is szolgálta. És valóban nem véletlen, hogy ilyen szoros kapcsolat volt. Az iskola és a templom között ez az átjáró ugye szimbolizálja az átmenetet és a lehetőséget. Ma is ahhoz, hogy akik hívőnek gondolják és vallják magukat, szoros kapcsolatot ápoljanak a rendházal és a templommal. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.